Öt témakör megvitatása várt Paks Humánpolitikai Bizottságára december 6-án. A grémium tagjai két pontban a Paksi Gyógyászati Központról is tárgyaltak. Mint ismert, az intézményt is érintik a takarékossági intézkedések, emiatt került napirendre az intézmény házi rendje. Gyógyászati Központ házi rendjét el kellett fogadni, mert hogy a gyógyfürdő bizonyos funkciói szünetelnek, illetve a szakellátásokat csak előjegyzéssel lehet igénybe venni az elkövetkezendő időszakba, valamint elkészült a Gyógyászati Központ következő 5 évre szóló munkaterve, ami szintén megvitatásra került, és elfogadta a bizottság. További két pont szólt a város költségvetéséről. A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a jövő évi átmeneti költségvetési rendelet megalkotását, valamint a 2023-as költségvetési koncepciót is. A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet kellett megalkotni, amire azért volt szükség, hogy amíg el nem fogadja a testület a 23-as évi költségvetést, a működés biztosítva legyen. Valamint meg kellett alkotni a 2023-as évi költségvetés koncepcióját is, ami a bevételek és a kiadások tervezésére alapszik. A képviselőtestület jövő évi munkarendjét is jóváhagyta a bizottság kedden, valamennyi témát egyhangulag fogadott el a grémium. A most tárgyalt pontokról Paks képviselőtestülete december 14-én szerdán dönt majd, az ülést a Telepaks élőben közvetíti.